Sziasztok, Marika vagyok. Most egy érdekes sütemény fog készülni. Az ezelőtt szombati süteményemnél az a fordított süti, ott egy kedves követőm adott egy receptet. Most hát ott megnézhetitek, mert ott kanalazták a mértékeket, de én ugye grammozok, én nem szeretem a kanalas módszert, ötféle kanalam van. Most melyikkel mérjem ki azt a mennyiséget. Na mindegy, akkor én minden grammozok, ezt a süteményt már készítettem, úgyhogy tuti jó lesz. Ez a tepsi 37,5-szer 22 centis. Ezt csak azért mondom, hogyha el akarnátok készíteni, akkor úgy számoljatok, hogy a recept 4 literes lábast ír. Hát én ebben készítem, úgyhogy ide beleborítom a 140 g kristálycukrot, és karamellizálni fogom. Egy valamire figyelni kell, mert én már rontottam el, hogy a tepsi ennek a felének is melegnek kell lenni, tehát majd most már elzártam, de majd el kell gyújtani, hogy itt is meleg legyen, mert ugye a karamellt el kell folyatni mindenhova, és hogyha itt hideg, egyszerűen megköt és nem folyik. Úgyhogy másodszor állok neki, mert ezt erre nem gondoltam én se, közben elgyújtom, nem pontos mi, de legyen jó forró az a fele is. A láng az olyan közepes legyen, hanem a legkisebb, hanem egy legyen kicsit nagyobb. Aztán hát nem nagyon kell mozgatni ezt a cukrot, ez magától megkaramellizálódik, esetleg ha látjátok, hogy nem akar már a cukorba beleérni, vagyis hát a hű, akkor jodid lehet lökködni, meg hát ilyenekre figyelni. Na, mindegy, lényeg az, hogy a tepsi legyen mindenhol meleg. Mert én is most állok neki másodszor, mert ugye magamtól honnan tudnám ezt. Ha lábasba készítem, akkor ilyen gond nincs, mert ugye az mindenhol éri, azt mindenhol éri a láng. Na, akkor ezt így megkaramellizáljuk, és szétfolyatjuk a tepsin, majd ha tudjuk, akkor az oldalán is egy 2-3 centi magasan. Hát ahogy sikerül. De ha a tepsibe készítitek, akkor azért figyeljétek, mert ugye meg tud barnulni a tepsi, ha igen sok hőt kap, aztán nincs benne semmi. Úgyhogy most én is elzártam, közben majd megnyitom, majd figyelem, hogy forró legyen. A cukor már látjátok, ott karamellizálódik, már ott látni, hogy barna. Nem nagyon kell mozgatni, éppen egy kicsit hozzáérni, nem kell kavárgatni. Ne legyen nagy lángon, hogy ne barnuljon egyszerre szét, mert akkor ugye keserű lehet, és hát lesz is. Hát gyertek, már karamellizálódik. Ilyenkor már egy kicsit azért lehet mozgatni, hogy a cukor mindenhol menjen bele, nehogy a karamell, ahol csak áll, ott elég, de nagyon nem szabad megkavarni, mert hogyha például én már jártam úgy régen, hogy nem tudom ki, onnan rázálódott az egész, aztán addig kavártam, míg vissza így becukrosodott. Annak van is egy neve, csak hát én most nem tudom. Na, hát gyertek, alakul. Így állunk, tovább nem lehet vele várni, ez a fele is forró a tepsinek. Ezzel nem igaz. Úgyis húztam ilyen ruhát, amivel ugye megfogom a tepsit, és most szépen eloszlatom mindenhol. Hát amennyire tudom. Kicsit rásegítek a kanállal. Ezért több cukrot ne rakjatok semmiképpen, még hogyha nem is terül el rendesen, mert ez is már rettentő sok cukor. Egy kicsit megszenvedtem vele, ezelőtt nem ebben a tepsiben csináltam, hanem ugye csak fél adagot, mert domború úgy látszik a tepsinek a közepe, és onnan le akar folyni, úgyhogy amíg lehet addig itt igazgatom, hogy egy kicsit az oldalára is húztam, de nem nagyon jutott, úgyhogy de jó lesz ám így is. Annyira hűljön ki, hogy szinte hideg legyen. Már pattog majd a cukor,
Úgyhogy mindenképpen azt meg kell várni, hogy tisztára hideg legyen, a taps legyen hideg. Rakjátok kőre, vagy én is lehet, hogy kőre rakom. Hát az legalább egy negyed óra, hamar kihűl. Nem tudom hallani, de már nagyon pattog, úgyhogy a villanytűzszert elgyújtottam. 170 fok alsó-felső. 8 tojást ide készítettem, és egy vaníliás cukrot, 200 g kristály cukrot. A vaníliás cukrot hozzáborítom, oda is lehetett volna. Aztán jó habosra fölvárjuk. Egy valamire nagyon kell figyelni, ugye mondtam a tepsinél, a cukornál, hogy a lábasnál nem fontos, mert ugye az egyformán kapja a hűt. A tepsinél mindenhol legyen meleg, mert különben ahogy folyik, egyszerre elhűl és nem folyik el. Na, jártam úgy. Úgyhogy másodszor állok neki. Na, beleburítottam, és ezt most nagyon habosra fölverjük. Készítettem ide almát, hát ezek ilyen pici kis, még most kezd érleni, ez a ilyen vajalma, nagyon finom, még savanyú. Na mindegy, olyant használtok, én ezelőtt baracka próbáltam, annyira nem jó, mert ugye nincs íze a baracknak, de az eredeti recept almát mond, úgyhogy eddig ázott ilyen citromsavas vízbe, hogy ne barnuljon meg, de ugye mivel savanyú az alma, hamar barnul, de nem számít, mert a süteménybe úgyse látni. Ilyen össze-vissza darabokra vágtam, nem kockákra, nem szeletekbe, itt nem fontos szeletekbe. Úgyhogy ez nem tudom, hogy hány három almának biztos megfelel, de a tepsi aljára csak annyit kell ebből is rakni, hogy így elterítse, puposan nem. Tehát nem kell rétegezni, majd mutatom. Hát ha igen nagy almát tudtok venni, ha nincs otthon almátok, akkor kettő is elég. Szerintem, de hát mondom, csak rétegezni, vagy hát rétegezni nem szabad, csak elteríteni. Na, ezt fölverem, és 1 liter tejbe hozzáborítva. Ez ilyen 3,5%-os tej. Hogyha csak 1,8-as tejet használtok, akkor lehet, hogy 950 g is elég, nem kell az 1030, ugye 1 liter tej, 1030 g, ha jól tudom. Na, akkor haladjunk, mert fölpattog a cukor. Annyit dumálok, és azt mondom, a fontos dolgot nem mondom, a tojás. A tojás az mindenképpen héjasan 60 g legyen, mert különben nagyon nehezen fog átsülni, úgyhogy arra vigyázzatok, mindenképpen 60 g-os tojásnak kisebbet ne használjatok. Ez MS tojás, de az ezelőtti süteményemet képzeljétek el, olyan aprók voltak, hogy 37 g volt egy tojás héjasan, és az is MS volt. Úgyhogy nem mindegy, hogy milyen tojást veszünk, vagy hol, vagy hát én nem tudom, de hú, az nagyon vacak volt, nem akart sehogy megsülni, de annak ellenére nagyon jól sikerült. A végeredmény nagyon jó lett. Na, ennyire tudtam fölverni. Nem tudtam kőkeményre, mert ugye ahhoz több cukor kellene bele. Most beleborítom a tejet. Jól elkeverem. Végül csak 900 g tejet öntöttem bele, úgy döntöttem, hogy előbb készüljön el. Úgy döntöttem, annyit rakok, úgyhogy most annyi van benne. Teljesen ki van hűlve, el van repedezve a cukor. Most megrakjuk almával, nem rétegezzük, csak belerakjuk az aljába, nem egymásra. Inkább kevesebb legyen, mint több. A barack ugye elég leves, ez lehet, hogy jobb lesz. Hát majd meglátjuk. A másik recept, a másikról is csináltam, a barackosról is videót, de most kettőt nem fogok felrakni egyszerre. Úgyhogy, ha jó lesz, akkor ezt fogom mutatni. De remélem, jó lesz. Majdnem mind ráment az alma. Nem értem az almát. Hát mondom, mindegy, hogy mennyi az alma, ne legyen egymáson, csak egymás mellett. Jó, most ráborítjuk ezt a... Nem tudom mi ez, ebből egy pudingszerű valami lesz. Ez egy nagyon érdekes kinézete lesz,
van a videóimra, az oldalamon, a lejátszási listára kattintva megtaláljátok. A sütemények valamelyik kovásszal készült be az intelligens krémest. Na ott is ugye le van buridva a tészta, és akkor lesz ott egy puding réteg. Ez is hasonló, csak itt nem válik kétfelé, hanem itt tartjátok alá a merítőt, hogy ne nyomja el az almát. Hát ez most egy hig valami, látjátok? De jó lesz ám ez, ez egy érdekes dolog. Azért merem állítani, ugye már mondom most ötször, hogy elkészítettem. Kicsit nehezen sül meg, mert ugye ennek most itten meg kell egy kicsit szilárdulni, olyan pudingszerűnek kell lenni, és akkor még rakunk rá egy piskóta réteget, és azt is megsütjük. Na, most berakom a sütőbe. Óvatosan, mert ugye ez folyik. 40 percre állítottam az időzítőt, szerintem annyi kell. Na, így néz ki. Szép lassan megső. 180-at ír az eredeti recept, de én ezelőtt is 170-en sütöttem. Inkább süljön tovább, de hát álljon össze rendesen. Na, akkor haladjunk tovább. Most már letelett az a 40 perc. Most utolsó, még úgy érzem, hogy kell neki egy 10 perc. Most már 180 fokra állítottam, és addig elkészítem a tésztát. Na, én akkor már nagyon csodálom, hogy nincs valami puding, vagy egy kis liszt ebbe, ami úgy most rá van öntve. Az igaz, hogy mikor kész, akkor ilyen finom pudingszerű kis krém lesz ott, de olyan nehezen sül meg, úgyhogy én nekem annyira, talán majd aki írta a receptet, az Editkához majd valamit hozzászól, hát nem tudom. Úgy jónak jó, csak nehezen sül meg rendesen ilyen pudingszerűvé. Na, itt van 4 tojás, egy vaníliáscukor, meg a kristálycukor 120 g. Ezt hozzáborítom, jól felverem havosra, és itt van 120 g finom liszt, és 7 g sütőpor, és egy csipet só ebbe a teaskanálba. Na, most ezt felverem, jó havosra. Ennyire sikerült, na itt már én nem nézegettem tojást, úgyhogy bele a só. Nem keverem össze, hát jó lesz ez így. Majd összekeveri a gép. Egybe belehuppantom. Tojás nem nézegettem, hogy mennyi a súlya. Úgyhogy ami jött a kezembe, emmes tojás, az a lényeg. Porcukrot is használhattok, nem muszáj kristálycukrot, ha van porcukrotok, használjátok porcukrot. Na most az fog történni, hogy ezelőtt ezt a ilyen habkinyomó, ezelőtt is ezt használtam, úgyhogy kimostam. Most is ebbe fogom rakni ezt a krémet, vagy hát ezt a piskótát. Mert így könnyű ráönteni, mert ugye ez a tészta, ez puha. Mutatom, így van. Látjátok, így megmozgatom, ez puha. Látjátok? De majd, ha kihűl, meg a piskóta elkészül rajta, akkor egy szilárd valami lesz. Ilyen pudingszerű. Hát remélem, hogy nem kellett volna hozzá pudingpor. Abban azért nagyon bízok, mert akkor... De így is jó lett. Akár kellett, akár nem, ez így tökéletes. De sokáig sült az volt a baja. 50 perc. Na, és akkor most ezt így szépen rányomjuk. Gyertek közelebb. És hát ráfolyatom a
Ráfolyhatom így, aztán meg majd még ami ott maradt, azt is. Ezelőtt is így csináltam, és tökéletes lett. Hát, ha nincs ilyen acskótok, akkor egy nyájra acskóba beleöntitek, mert ez jó, ezt nem lehet kárni szerintem, meg se próbáltam, mert ugye puha. Aztán ez teljesen jó lesz. Teljesen tökéletes süti lesz. Még ezt a maradékot is, ami nem fér bele, ezt is ráhúzom. Aztán megy vissza a sütőbe, addig, most már 180 fokon hagyom, amíg meg nem pirosodik a teteje. Hát látszódjon, hogy teljesen megsüt a piskóta. Itt az lesz a lényeg. És utána kivesszük a sütőből, és teljesen kihűtjük. Teljesen hidegre. Én tegnap előtt én úgy csináltam, hogy kihűtöttem három, ugye ez fél adag volt, ez másképp működik, ez nagyobb. 3 órát hűtöttem, meg még 3 órát hűtőbe. És teljes szilárd valami lett. Na majd meglátjátok, ha már itt készíteni. Hát megmondom őszintén, ez bátornak kell lenni, hogy ezt emeljük készíteni. Ha elkészítenétek mindenképpen egy lábosba és fél adagot először. Hogy tudjátok meg mennyire finom, hogy érdemes vele killódni. Meg akkor ki is tudjátok tapasztalni, sok tojás nem fogy, hogy ez hogyan működik. Mert nem egyszerű. No. Hú, nem látjátok milyen barna, ez nagyon barna, szinte sötét barna. Na, még ennél is barna. Most teljesen megváljuk, míg kívül 20 percet sült. Nem vágjuk körbe, mert ugye a szirup ugye följött az oldalára, úgyhogy rá fog ragadni a késre. Most nem vágjuk körbe, majd ha teljesen kihűl, akkor elválik a tepsitől, és ki lehet fordítani. Ugye ez lesz majd a tésztának az alja. Na, majd jövök kóstolóval, megnézzük, milyen lett. Na, kihűlt a süti, hát nem kezdtem meg tegnap, pedig más te jó lett volna. Úgyhogy vártam reggelig. Na, aztán most akkor erre a nagy tálcára kiburítom. Talán sikerül. Hát lesz, ami lesz. Itt még, ha sült volna, tökéletes lett volna. Hát nem tudom, pedig annyit sült. Na, nézzük. A barackos nagyon finom volt. Ez is. A barackosnak karamellize volt, ennek megváltok, még gondolkodok. Ennek is ugyanaz az íze, csak ugye itt ráharapok az almára, és nem érzem az almát, mert hogy alma íz, sovanyú vagy valami, mert finom édes. Hát, szerintem nagyon finom az a süti. De hogy melyitek már ezt elkészíteni, nem, én nekem is össze kellett magamat szedni, mert ez a pudingszerű valami, ami itt van fönn, ugye, ami az alja, ez így nagyon gyanús, hogy ebben nem kell valami liszt, vagy egy vaníliapuding, vagy valami. Szerintem nagyon finom. Egyszer érdemes kipróbálni. Egyszer, legalább. Aztán meglátjátok. Na, köszönöm, hogy végignéztétek ezt a videót. Remélem tetszett. Összeszeditek a bátorságotokat, és elkészítitek. Köszönöm, hogy végignéztétek ezt a videót. Remélem tetszett. Itt sülhetett volna, de nem ilyen világos, ám sokkal sötétebb amúgy. Írjatok kommentet, bátran álljatok neki, fél adagnak ajánlom, csak fél adagnak, mert ehhez bátorság kell, ehhez a sütihez, de nagyon finom, érdemes elkészíteni.
Sziasztok, legyen szép hétvégétek. Írjatok kommentet. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. A tapsi védelmére elmondom, hogy ez 45 éves tapsi. Még mikor összeadasodtunk, akkor kaptuk, majd meg van sérülve, de mindig is domború volt szerintem a közepe, mert ugye ezt én mindenhez felhasználtam, ebben minden sült már. 45 éves, mert mikor összeadasodtunk, most volt a házassági évfordulónk augusztus 20-án, akkor kaptuk utána hamarosan, úgyhogy 45 éves tepsi. Nem csoda, hogy az alja már domború. A Marika mindent megsütött már bánt, meg még a fiam is, mikor itthon volt, tudjátok, aki nézik a videóimat, hogy a fiam is szeret sütögetni. Itt lement az ománc, de nem ment tovább, úgyhogy... Na, de nem is tartozik ide, de azért megvédem a tepsimet.